A nagy háború kitörésének 100. évfordulója alkalmából első világháborús gyűjtő munkába kezdett a Bocskai István Múzeum. Az intézmény a lakosság segítségét kéri első világháborús tárgyak, dokumentumok, képek, visszaemlékezések felajánlására a helytörténeti gyűjtemény gyarapítása érdekében. 100 éve az idén, hogy kitört az első világháború, a Bocskai István Múzeum hogyan látja, mennyire érintette ez a lakosságot annak idején Hajdúszoboszlón, miért kezdett egy új akcióba az idén? 100 éve tört ki az első világháború, és ennek apropóján egy felhívást tettünk közzé, melyben első világháborús tárgyak, dokumentumoknak a beküldését várjuk. Azért is történt ez, mivel hogy a háborúnak elég komoly hatása volt, nem csak a szoboszlójakra, de a szoboszlójakra is. A következményeit ma is érezzük. Nem véletlen, hogy már a kortársak is nagy háborúként emlegették, hiszen ez minden korábbi háborúban jóval nagyobb volt. Azt lehet tudni, hogy a hajdúszoboszlói lakosságot mennyire érintette? Igen, hiszen összesen mintegy 600 ezer volt a magyar áldozatoknak a száma a világháborúban. Ezen belül Szoboszlón ugye 1051 ember volt, aki a világháborúban esett el, halt hősi halált. Hogyan tudná a lakosság segíteni a múzeum munkáját? A felhívást közé tettük a honlapunkon is, www.bocskaimuseum.hu oldalon, és itt leírtuk, hogy tárgyakat, dokumentumokat, fényképeket, naplórészleteket, vagy akár személyes emlékeket is várunk leírt formában, amiket még nagyszülőktől, dédszülőktől hallottak a helyiek. Hol lesz ez publikálva, illetve kiállítva? Első körben azt gondoltuk, hogy ezt a honlapunkon tennénk közzé, ugyanúgy, mint ahogy a múzeumnak az első világháborúval kapcsolatos tárgyai, dokumentumait, és így egyfajta virtuális kiállítást rendeznénk a szoboszlói első világháborús emlékekből a honlapunkon. Hogyha elég tárgy gyűlik össze, akkor pedig a későbbiek során egy valódi kiállítás is körvonazódhat. Hol jelentkezhetnek, hol érdeklődhetnek azok, akik még őriznek ilyen tárgyemléket és szívesen felajánlanák, vagy akik még a családjukból szájhagyomány útja, hiszen sok idő eltelt, őriznek valamilyen történetet? Egyrészt a múzeum telefonszámán, a 362-165-ös telefonszámon, illetve e-mailben az info@bocskaimuseum.hu e-mail címre, és ezek mind a kettő egyébként a honlapunkon, a bocskaimuseum.hu-n megtalálható.